Somogyi Sára, a karcagi nagykun református általános iskola hatodikosa az elmúlt tanévekben több versenyen is ért el dobogós helyet. Alsóban kitűnt mesemondásával, így több városi mesemondó versenyen indult, de prózamondó versenyeken is részt vett. Volt a jégvirág mesemondó verseny, a téli mesemondó, volt a csigabiga mesemondó verseny, az a tavaszi, volt a Szent Flórián ilyen tűzoltósági mesemondó verseny, és még voltak ilyen prózamondó versenyek. Én óvodába, talán középső csoportba választottak ki egy mesemondóra, ott még semmiféle eredményem nem volt, és utána már felfedezték szerintem bennem azt, hogy én ebbe ügyes vagyok, tehetséges, és utána minden évben minden mesemondóra elmentem, mert szerettem én is. Már óvodában kiválasztották egy mesemondóra, az iskolában is felfedezték, hogy tehetséges. Alsóban Takácsné Csikós Anikóval, felsőben magyar tanárával, Zsuzsa nénivel és anyukájával keres verset. Nagyon szokott örülni, mondjuk az egész családom nekem mindig ott vannak a versenyeken, mert nagy családosok vagyunk, és mindenki minden versenyen ott van, meg minden fellépéseken. Hát az egész család nagyon szokott neki örülni, hogy én ilyen jó eredményeket szoktam általában elérni. A matematika is kedvence. Zongorázni évek óta jár, ahol szintén jönnek a versenysikerek. Matematikára, ilyen plusz matematikára is járok. Szerintem nem vagyok annyira tehetséges benne, mint például ebbe, de viszont járok zongorázni, és abban viszont tehetséges vagyok, mert ott már versenyen is vettem részt. Szerintem ez nem teher, mert szeretem csinálni, és az a jó, hogy segít, mert könnyebben meg tudom tanulni, például óráról órára tanulni könnyebben tudok, és a verseket is például, ha meg kell tanulni egy irodalom órára, akkor a sokkal könnyebben megy, és szerintem jobban értem a mesék lényegét is, vagy a versek lényegét. Sára bevallása szerint nagyon izgulós, amikor felmegy a színpadra, igyekszik koncentrálni és csak a versre figyelni. Én az a fajta vagyok, aki nagyon-nagyon tud izgulni mindentől, még egy kis dolgozattól is mindentől. Remeg mindenem, és nagyon-nagyon szoktam versenyek előtt is félni. Amikor már felmegyek, ott már nincsen semmi, ott már csak a mesére gondolok, már ott mindig előtte bebeszélem magamnak, hogy hú, mosolyogni kéne, de ott már tényleg nem lehet semmire gondolni, csak arra, hogy jól el tud mondani a mesét, és jó legyen a hangsúly, meg minden. Ha szomorú zongorázik egy vidám művet, az megnyugtatja. Másodikos öccsének is segít a tanulásban. Szoktam segíteni, mert ő is rájött, hogy neki is tetszik a mesemondó. Ő is ment volna még a tavaszira, csak hogy jött ez a vírus helyzet, ő neki elmaradt, pedig már nagyon jól mondta ő, és meg nagyon szépen megtanulta.